tulajdonképp az ízlésünk és a párunk ízlése határozza meg, hogy milyen növényt vásároljunk. Személy szerint kertészként inkább a cserepes növényeket ajánlom, hiszen azokat évről évre csodálatosan megújíthatjuk. Sokan ilyenkor a vörös rózsát szokták venni, természetesen hát így van. A vágott virág is nyilvánvalóan sokkal jobban fogy. Hoztál több cserepes virágot, akkor beszéljünk kicsit róluk. Hát hogy... a hatalmas választékból tulajdonképp egy pár darabot hoztam el, amivel kedveskedhetünk. Nyilvánvalóan ilyenkor a kertészetek mindenféle aranyos és kedves csomagolásban próbálják adni az akár általában is fogyó növényeket. Ő éppen egy koralvirág, ő nagyon jellemző virágzó növényünk egyébként, de egy ilyen kis csomagolásban ez a mini koralvirág szintén. Hát ez így különösen esztétikus. Nagyon, így van, de ha nem akarjuk ennyire... bonyolítani a csomagolást egy szép kaspóval, ugyanez a koralvirág gyönyörű szépen mutathat. És ugye a koralvirág kevés öntözéssel, egy-két visszametszéssel és egy megfelelően időzített eltakarással, ami tulajdonképpen újra virágoztatható és gyönyörű szépen jól érzi magát a kertünkben. Fontos, hogy meleg helyen és napos helyen tartsuk. Egy hétnél egyszer öntözzük gyakrabban, és akkor gyönyörűen évekig virágzik nekünk, és így nem csak egy, hanem akár több bálint napi ajándékot is adtunk egyszerre. Ugye hát másik ilyenkor szezonális virágzó növényünk a hagymások, ők éppen jácintok, amiket akár így csak hagyma formájában, vagy már egészen virágzó formában is megvásárolhatunk. Őt is elvirágzás után kiültethetjük a kertbe, és évről évre csodálatosan megújítva a kertünket tavasszal gyönyörű színekben fog pompázni. Nála is oda kell figyelni, hogy ne öntözzük túl, és attól függően, hogy milyen hűvös helyen van, 2-3 hétig is virágzik akár. Azt hiszem, hogy ő ez a növény, ha segítesz ideadni. Itt nem is a kasfon, a piros szín dominál. Így van, hát nyilvánvalóan ezt a gyönyörű szép anturiumot egy kicsit... Szívecskék így van, egy kicsit feldobtuk. Már készültek a palettinnak. Természetesen. A teljes palettát igyekszezzük lefedni. Minden olyan virágzó növény, amit a vevők kedvence, ezt próbáljuk egy kicsit valentinnapi hangulatba hozni, és így árusítani. Hát ő is így került hozzánk ilyen szép formában. Őt is napos, vagy akár félárnyékos helyen tartva heti egy öntözéssel csodálatosan folyamatosan virágoztathatjuk. Kivágva az elvirágzott virágszárakat, újakat hozva folyamatosan virágzik. Tehát akkor ez is évekre szóló. Pontosan. Befektetés. És akkor itt, ha jól látom, hogy ez egy orchidea. Így van, hát róla is már nagyon sokszor volt szó. Ő éppen egy lepke orchidea. Ő is akár egy hónapig is gyönyörű szépen virágzik. Majd, amikor a virágai elhervadtak, visszavágva a virágszárat, egy kis tápozással újra virágzásra tudjuk késztetni. Őt is csodálatos díszeként tarthatjuk a lakásban. Mondom, ő durván egy hónapig is megtartja a virágait, ezért nagyon közkedvelt virág. A másik, ő is orchidea, ő a cimbidium. Ő hát, is nagyon sokáig, faj van egyébként. Több ezer, ráadásul hibridek, rengeteg hibrid van, ugye, ahogy évről évre újabb fajtákat itt hoznak. Nálatok hányféle található meg ebből a több Hát fajtaköröket tartunk, egy 5-6 félét, tehát a phalaenopsisok, a cimbidiumok, és ezen kívül még 3-4-et tartunk így váltásban. De általában ők a legáltalánosabbak, lévén azért, mert elég könnyű őket kezelni. Egy-két szabály betartásával nagyon könnyen tarthatjuk őket.